tetszenek látni, a feliratnak a leszerelése éppen zajlik. A feliratot eltesszük, megőrizzük, ez megy a Vidám Park Múzeumba. Egy milliárd forint fölött van az a központ, ami kellett ahhoz, hogy egyáltalán tavaly szeptemberig nyitva maradjon és működjön a Vidám Park. Az állatkert a mostani közeli napokban vette át az egész területet. Mi arra készülünk, hogy 2014-ben egy működő parkot adjunk át a közönségnek. Ugye ez kellően fotogén, a túlvilág kapuja nevet viselte a legutóbbi időszakban, de volt ez már a Szocialista Szellem Vasútja is a Tanú című filmben. Az épületet itt a műszaki állapota miatt, az alap elbillent állapotban van, ezek kerülnek a leghamarabb a bontási körbe. Két folyamattal számolunk. Azokat a műemlékjátékokat, amelyek nem kerültek eladásra, itt maradtak a területen, ezeket mi működtetni szeretnénk már ettől a szezontól. Ez egy műemléképület, bár így kívülről annyira nem látszik se a palattetőről, se a trapézlemez borításról, se erről a nagyon élénk színezetű homlokzatról, hogy más megjegyzést ne is tegyek. Maga a tető szerkezet viszont egy nagyon érdekes évszázados ácsmunka, emiatt műemlék ez az épület. Egyelőre ez egy megfelelő raktározó. A Bástya elvtárs ebbe utazott, tehát ezeket egészen biztosan meg fogjuk őrizni. Részei lesznek ezek a műemlékjátékok annak a meseparknak, amely az állatkert és a Vidám Park határterületein jön majd létre. És ez a mesepark egy új elvarázsolt kastéllyal, egy mesevárral, amelyben állatmesék szereplői a főszereplők, és a környező területeken is azok a szelíd, simogatható, minél inkább megérinthető állatok lesznek a főszereplők, akik hát ezekhez az állatmesékhez kötődnek. Tehát ha úgy tetszik, ez egy simogató állatkert lesz. Ezt a területet szeretnénk berendezni az átköltöztetett állatsimogatóval. Annyi különbséggel, hogy itt kétszer annyi jószágot lehet majd simogatni, mint azon a helyen, ahol most vannak. Nézd meg, ez lesz itt az új helyetek. Látod? Úgyhogy az ő átköltözésüket egy hónapon belülre tervezünk. A második nagy projektelem, ugye ez már a Pannon Park része a beruházásnak. Ennek a projektnek az előkészítésére már a tavalyi esztendőben a fővárosi közgyűlés biztosított 100 millió forint tervezési, előkészítési költséget, és a tavalyi év végén pedig a kormány adott hozzá 200 millió forintot, hiszen az állatkert fejlesztése és bővítése része a Múzeum Liget fejlesztés teljes program együttesének. Ez a merethajú kisfiú miért van éppen itt, nem tudjuk, de ő majd a Vidám Park Múzeumban fog üldögélni a jövőben.